A divat és a művészet évtizedek óta összefonódik egymással. Ildikó, egy kortárs galéria tulajdonosa vagy, te ezt hogyan érzékeled ma 2018-ban? Ez egy nagyon jó kérdés, mert a divat és a művészet tényleg folyamatosan szimbiózisban van, évtizedek óta hatnak egymásra, egyre jobban, és ugye rengetegszer láttunk már híres divattervezők kreációin nagyon híres képzőművészeti alkotásokat. Ugyanez fordítva is igaz, a művészetben is megjelenik a divat, megjelent mindig, akár a klasszikus, akár a modern vagy a kortárs művészetet nézzük. Miről szól ma a kortárs művészet? Úgy is kérdezhetném, hogy mi a trend ma a művészetben? Az elmúlt időszakra jellemző volt, ami erőteljesen megjelent művészeti vásárokon is, egy úgynevezett ilyen sokkoló művészet, ami mára már kicsit lefinomult, és inkább a klasszikus szépség, a lágyság, a női vonalak újra megjelenése jellemző, ami az embereket örömmel és boldogsággal tölti el, tehát szívesebben néznek egy olyan műalkotást, ami pozitív energiát sugároz. Milyen szempontokat vegyünk figyelembe akkor, amikor műtárgyat választunk? A választásnál egy nagyon fontos szempont, hogy kinek mi tetszik. Nagyon fontos az illető személyisége, ez elsődleges, illetve, hogy milyen környezetbe kerül, mert ugye a kiválasztott műtárgy az el lesz helyezve egy adott interiőrbe, egy adott környezetben, akár egy lakásban vagy egy irodában, és hogy az illető személyiségével is, illetve az adott környezettel is összhangban legyen. Ha első látásra beleszeretünk egy műtárgyba, és otthon már van néhány karizmatikus műtárgyunk, akkor hogyan lehet ezt úgy az interiőrbe helyezni, hogy ne sértse a többit, és jól besimuljon? Ha beleszeretünk egy műtárgyba, akkor azt már elképzeljük, hogy annak valahol helye van az életünkben, az életterünkben. Na most ehhez helyet kell csinálni. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez egy kiemelkedő helyen legyen, élvezni akarjuk, mert az újdonság varázsa hat ránk, akkor helyet csinálunk neki, akár áthelyezéssel, cserével, stb. De ugye egy műtárgyat azt nem pár hónapra, azt évekre, illetve egy egész életre vesszük. Mivel lehet ma ebben az elképesztően színes, zajos, intenzív világban felkelteni az emberek érdeklődését? Az én szubjektív tapasztalatom az, hogy sokszor egy klasszikus műalkotás újrafeldolgozása megfogja az embert, mivel érzi, hogy ezt már látta valahol. A másik pedig, amiről a jelenlegi kiállítás is szól, ismert brendek logóit beleszőni egy műalkotásba, de mindenféle szöveg nélkül, mivel ezek a logók valahol ott vannak az emberek tudatalattiában, és amikor ezt egy kortárs festményen, műalkotáson meglátják, akkor hirtelen megtorpannak, hogy hoppá, mi ez? Én ezt már láttam valahol. Megállnak, megnézik, és már is megvan a kapcsolat a szemlélő és a művész között, vagy a műalkotás között. Galeristaként, amikor kiválasztod azokat a művészeket, akikkel aztán együtt dolgozol, akiket majd képviselni fogsz, mire törekszel, egy ilyen egységességre, hogy aki ide betér, egységet lásson, vagy pont a változatosság a cél? Abszolút a változatosságra törekszem, és nem dolgozunk túl sok művésszel, viszont minden művész megvan a maga egyedi stílusa, és én szeretem, ha van a képekben, szobrokban valamiféle gag, valamiféle vidámság, valamiféle humor. A humor az nagyon-nagyon fontos az életben, és ezt valahol mindenki értékeli, mert a hétköznapokban, a munka után hazamegy, akkor szeretne valami, szerintem valami olyat látni, ami kizökkenti őt ebből a monotonitásból, és én igyekszem a galériában olyan műveket kiállítani, amit szívesen néznek évekig, sokáig, és földobja az embereket, tehát vidámságot sugároznak. Rovatunkat támogatta a Hungária Pezsgő.